Az 53 perces film a magyarországi németek második világháború utáni Malenki robotra hurcolását és kitelepítését dolgozza fel az érintettekkel, illetve családtagjaikkal folytatott beszélgetések formájában. Ennek a filmnek ugye az az egyik érdekessége, hogy legalább 15 éve forgattuk, kezdtük el a forgatást. És ez meg is adta az eredetiségét, mert olyanokkal tudtunk beszélgetni, akik részesei voltak ennek a történelmi eseménynek. És ugye a filmnek két célja volt, egyrészt ezt az eseményt, ami eléggé titkolt volt nagyon sokáig Magyarországon, ezt megismertessük, nem a német nemzetiségű emberekkel, hanem mindenkivel, tehát egy szélesebb réteggel. Mert mi a történelem tanulásunk során erről nem tanultunk soha, és ráadásul, mikor a filmet elkezdtük forgatni, akkor sem volt egy ilyen kedves téma. Ez abban derült ki, hogy mi nem kaptunk támogatást még akkor. Na most ezt saját támogatás nélkül kezdtük el ezeket az interjúkat fölvenni, ez a téma érdekelt minket. Mi nem vagyunk, tehát a filmkészítői nem német nemzetiségűek. És talán ez is ad egy sajátos szemszöget ennek a filmnek, mert egy kicsit jobban ráláttunk erre az eseményre, és arra is ráláttunk, hogy az emberekben a mai napig, tehát a német nemzetiségű emberekben a mai napig ez benne él. Van egy nagyon szomorú aktualitása, szerintem. Mert annak idején ugye egy népet bűnösnek találtak egy háború során, amiről nem a falvakban élő emberek, közösségek tehettek, hanem a politika tette velük ezt. És ez vetődött föl bennem napjainkban, hogy a mai nap ugye háború van itt Ukrajnában, itt is több nemzetiség van. És akkor, ha vége lesz, akkor ugyanilyen dolgok megismétlődnek? Tehát ez egy nagyon, nagyon szomorú dolog, hogyha így lenne. Nem vagyok optimista egyébként. Olyan beszédek vannak a filmben az interjú alanyok részéről, ami egy kicsit felszabadítja azokat az embereket, akik ezt titkolták annak idején. Ez nagyon sokáig nem mertek róla beszélni. És nekünk is nagyon nagy energiákat vett igénybe, hogy megszólaltassuk az embereket. Az anyanyelv az identitás egyik legmeghatározóbb alapköve. Ha ezt az egyén valamilyen oknál fogva lecseréli, az nagy valószínűséggel belső vívódáshoz, nemzet és önazonossági zavarokhoz vezet. Sokáig nem tanítatták a gyerekeket németül. Ezekben a német nemzetiségű és sváb falvakban. És nem is beszéltek ezekről a dolgokról. Tehát az, hogy ilyen filmek most már egyre több, hát olyan sok nincsen, de azért egyre több ilyen film elkészül, ennek szerintem óriási szerepe van, de nem csak a német nemzetiségű emberek számára. Mindenki számára jó lenne, hogyha ebbe belegondolnánk, hogy is van ez. Hogy ugye a politika felhasznál egy közösséget arra, hogy támogassa őt, és a végén tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ők viszik el a balhét. A rendező szerint ezt a filmet érdemes lenne középiskolásoknak vetíteni, hogy leszűrhessék tanulságát. Ebbe a filmben nekünk nem az volt a célunk most, hogy mint ahogy mondtam, hogy a német nemzetiségnek szóljunk, tehát nem egy ilyen exkluzív német filmet akartunk csinálni, hanem főleg a magyar közönségnek készítettük, hogy értsék meg ezt a történetet. Klein Ágnes és Huszár Zoltán által készített Menschen in der Geschichte című tanulmánykötetéről beszélgettünk, hogy hogyan jött az ötlet és mi volt a motiváció.
Az eredeti ötlet az egy nagyon kedves német kollégámtól van, ő egy tanárképző főiskolán dolgozik, és tulajdonképpen neki volt egy nagyon fontos élménye, egy behívott diákokkal dolgozott, és egy a kurzusra behívott első világháborúról beszélő idős ember pont előtte nap meghalt. És neki nagyon fontos volt az, hogy ezeket az ismereteket, ezt a tudást, meg ezeket a tapasztalatokat hadd, tehát hogy ennek a felgyűjtése megtörténjen, ne tűnjön el. Ezek olyan tapasztalatok világháborúról, egyáltalán gyereknevelésről, életről, amik nagyon fontosak, hiszen ha ezek az emberek nincsenek, akkor nincs kitől megkérdezni. Történészek ugyan feldolgozták már ezt az időszakot az úgymond nagy politika alapján, Klein Ágnesék más szempontok alapján gyűjtöttek anyagot. Nekünk inkább az volt a fontos, hogy ezt egy vidéki környezetben, egy úgymond hétköznapi átlagember hogyan élte meg. Tehát ezek, amit eldöntött a nagy politika, ez hogyan csapódott le, hogyan vonult végig az egyszerű emberek életén. Az interjú alanyok maguk döntöttek arról, hogy népük kálváriájában miről kívánnak nyilatkozni. Itt mindenki eldönthette, hogy mi. Tehát volt, aki a kitelepítést választott, és azt mondta, hogy csak ezt. Volt, aki például a Málenki robotot választott, és azt mondta, hogy csak erről szeretne írni. És volt olyan, aki tulajdonképpen dokumentumok alapján az egész családja élettörténetét igyekezett belezsúfolni ebbe a pár oldalba, amit mi rendelkezésre tudtunk bocsátani. Viszont itt akkor őt megkértük, hogy őket, hogy mindenféleképpen dokumentumokkal, kordokumentumokkal és fotókkal tegyék meg, mert néha egy fotó sokkal árulkodóbb, mint nagyon-nagyon sok. Számomra egyfelől az volt a fontos, hogy ezeket rögzítsük. Ugyanis itt nagyon idős emberekről van szó, ugye, ha csak egy picit visszagondolunk, tehát ezek a 30-as, 40-es évek, tehát lassan 80-90 éves ember. Tehát, hogyha most nem kérdezzük meg, akkor ezt mi már nem tudjuk megkérdezni, és nem tudjuk, hogy hogyan éltek, mit éltek meg, ez nekik milyen érzés volt. Ezek mindenféleképpen szubjektív történetek, szubjektív szempontból elmesélve. Tehát az, hogy neki ez milyen trauma volt, fölkelni éjszaka, és utána menekülni kellett, ez senki más nem fogja tudni elmondani, csak az, aki megélte. Ez az egyik. A másik, én úgy gondolom egyébként fiataloknál is, hogy ez egy fiatalt sokkal jobban megfog, mint hogyha például egy történelmi könyv oldalán leírja azt, hogy 1945-ben mondjuk ekkor ez történt, 1938-ban Hitler ezt mondta. Tehát sokkal, sokkal közelebb állhat hozzá, főleg azért, mert például a saját családja és mondjuk például részese vagy elszenvedője lehetett. És hát ha nem titkolt dolog az, hogy hát szerintem ezt senki közülünk nem akarja átélni, senki közülünk ilyet még egyszer nem akar végigcsinálni.